Itt az OTP árfolyama 3800 forintnál járt a kurzus januárban, 2015 januárjában, és már májusban elérte a 6000 forintos szintet, és most 2015 év vége felé és 6000 fölött van az OTP árfolyama. Így közel idén 60%-ot tudott emelkedni az OTP árfolyamon. Az OTP részvények árfolyamát mutatja Sej Attila, a befektetésekkel foglalkozó pénzügyi szakember azt is hozzátette, a legnagyobb forgalmú magyar papírok idén nagyon jól teljesítettek. Meglehetősen jól teljesített a Bux Index, 45%-kal emelkedett. Kiemelném a két fő blue az OTP-t és a Richtert, mely 60-60%-kal tudott feljebb kerülni a Magyar Telekom, illetve a MOL 20-20%-kal járt hozzá a BUX emelkedéséhez. A kisebb papírok közül kiemelném a Rábát, mint a Győri részvényt, 30%-ot tudott emelkedni 2015 első ö, 11 hónapjában. A magyar részvények és a BUX index szárnyalása többek között az állampapírok alacsony kamatának is köszönhető. 2015-ben a BUX index 45%-os emelkedésének egyértelmű ok az, hogy nagyon kedvező volt a kamatkörnyezet, a jegybanki alapkomat történelmi mélységben tartózkodik, így a befektetők nem az állampapírokat vásároltak, hanem sokkal inkább a hazai részvényeket. A blue jó teljesítménye ellenére a brókerbotlányok miatt a befektetői bizalom csökkent, ami azonban az utolsó negyed évben kezd helyreállni. Az elemzők szerint mivel az alacsony jegybanki alapkamat várhatóan a következő időszakban sem változik jelentősen, így tovább tarthat a magyar részvények erősödése.